Kedves nézőink, a hétvégén a Szabadidőközpont aulájában Martini Balázs, az MB2-es Bányász SK második tábás versenyzői ellen mérkőzhettek meg az érdeklődők egy sakk szimultán keretében. Most erről készült összeállításunkat láthatják. A Bányász SK nemrégiben igazolt játékosaként szimultánt játszott áll itt ma délután. Hány ellenfeled volt? Ha jól számoltam, akkor 16. Mennyi volt ebből, most így a végén elmondhatjuk, mennyi volt ebből a győztes parti? 14. A másik kettő? Döntetlen. Hogyan kell egy ilyen szimultán játékra felkészülni? Hát szerintem egyszerűen elég, ha az ember kialussza magát, és aztán ráhagyatkozik a rutinjára. Nagyon, ugye megnyitásban nem nagyon lehet készülni ilyen sok ellenfélre. Ilyenkor hogy működik az agy? Mind a 16 ellenfelet külön futtatod az agyadban, vagy csak akkor gondolsz arra az adott játékra, amikor éppen odaérsz ahhoz az asztalhoz? Hát valahol a kis agyamban minden állás benne van, de amikor odaérek egy adott álláshoz, akkor beugrik, hogy na igen, mi is volt itt, de éppen amikor az adott táblához érek, akkor ugranak be az azzal kapcsolatos emlékek, de egyébként nem. Lehet valamennyire előre gondolkodni egy ilyen verseny kapcsán? Hát muszáj is, persze. Tehát nagyjából úgy hagyok ott egy állást, hogy na jó, oké, megvan a tervem, és az majd be fog ugrani, hogyha visszaérek az adott táblához. Volt olyan itt a ma délután folyamán, amit esetleg nagyon elnéztél, és nagyon nehezen lehetett visszahozni? Hát álltam nehéz helyzetben, igen, szerencsére pont azokat, a partikat. Az egyik döntetlen lett, a másikat meg is nyertem. Talán 3 ellenfél volt, akit... aki nehezebb volt, igen. Volt-e valami igazán meglepő számodra itt a mai délután folyamán az ellenfeleket tekintve? Hát talán az, hogy milyen kemény ellenállást fejtettek ki. Tehát nem számítottam erre, de egyik-másik ellenfél nagyon, nagyon erős volt. Te nem ajkai vagy, hogy kerültél ide? Nem, hát az ajkai csapat egyik játékosa, az munkatársam, és ő hívott a csapatba. Hogy érzed itt magad? Jó. Bár eddig az eredmények sajnos nem nagyon jönnek. Eddig 3-ból 3 döntetlen sikerült elérnem, de majd belehúzok. Remélem lesz még jobb. Milyen versenyek és milyen ellenfelek várnak még rád a közeljövőben? Mostanában az egyéni versenyzéstől kicsit távol maradtam. Jelenleg a csapatbajnokságra koncentrálok. Térjünk egy kicsit vissza erre a szimultánra. Voltak-e itt mondjuk fiatalok, voltak-e olyanok, akik csak hobbiként csakkoznak, és mint teljesen amatőr jöttek ide ma délután, és álltak leveled, illetve ültek leveled játszani? Volt az egyik hölgy, hát név szerint nem tudom sajnos, ő nagyon keménynek bizonyult, és hát úgy tűnt, hogy teljesen hobbi csakkozó, és ő nagyon kifárasztott. Az egy nehéz parti volt. Végül sikerült legyőznöm, de kemény volt. Aki nem nagyon ismeri itt a játékszabályokat, annak meséljük el egy kicsikét, hogy ilyenkor időre megy, vagy annyit gondolkodsz egy adott táblánál, amennyit szeretnél, illetve az ellenfeleknek ilyenkor mire kell figyelni. Mik a szabályai? Mehetne időre is, de most órák nélkül játszottunk. Hát én gondolkozhatok azért, egy kicsit megállhatok, akár egy percre is egy-egy táblánál. Az ellenfeleknek viszont lépniük kell. Amikor odaérek, lépniük kell, ha nem tudnak lépni, akkor egy passz lehetőségük van, és akkor egy kört még gondolkozhatnak, de több nincs. Mikor tudtad meg, illetve hogyan készültél föl erre a mai napra? A legutóbbi csapatbajnoki forduló során tudtam meg, hogy valamikor majd szimultánt kell adni. Még akkor nem volt lefixálva semmi. Körülbelül egy hete beszéltük meg, hogy akkor jövök, és gondoltam, hogy akkor pihenek egy nagyot, és így is tettem. Szoktál máshol is, más körülmények között is így szimultánt játszani? Nem, az utóbbi időben egyáltalán nem volt ilyen esemény. De nagyon élveztem, és nagyon jó volt. Hogy lehet ezután kikapcsolódni, felfrissülni, az alváson kívül? Hát most azt hiszem borkostolással fogunk próbálkozni. Ezután, a délután után tervezed azt, hogy még máskor is eljössz, és máskor is játszol szimultánt az érdeklődőkkel, akik szeretnének veled játszani? Vagy ez volt az első, és megismételhetetlen? Ha hívnak, nagyon szívesen, nagyon jól éreztem magam, és nagyon sportszerű, jó esemény volt. Úgyhogy
jövök szívesen máskor is.